Belátjuk, hogy minnyáján vétkeztünk és szükölködünk a te dicsőségedben. És csak a te kegyelmed által jövünk a te lábaidhoz. Urunk, bocsáss meg a mi vétkeinket. Töröld el a mi tisztátalanságunkat, és írd be mi nevünket az életkönyvébe. Ahogy megnyitjuk ma a te ígédet, hogy a te mély dolgaidat megérthessük, a Szentlélek jelenlétét kérjük ezért, hogy ő legyen velünk, ameddig tanulmányozunk. Ez a mi imánk az Úr Jézus szent nevében. Amen. Tanulmányra. Ma reggel nagyon mélyre megyünk a mi tanulmányunkba. Remélem, hoztátok a ti bibliáitokat, és a ti füzeteitek. És hogyha nem tudtok gyorsan írni, akkor lefényképezhetitek a kivetítést. Azért, hogy meglegyenek a jegyzetek. A jelen igazságot tanulmányozzuk ma délelőtt, és 1844 után a mi pionírnyaink a következő témát tanulmányozták. A spiritizmus témája ez. A spiritizmust fogjuk tanulmányozni ezen reggelen. De egy igaz, de szomorú történettel szeretném kezdeni. Egy adventista evangelistával. De nem akármilyen volt ez az ember, hanem ez egy okos ember volt. Egy tanult missziómunkás. Egy jelen igazság prédikálója volt. Moses Hallnak hívták őt. A profitaság lelkében megtaláljuk az ő nevét. 1836-ban született, és 1907-ben halt meg. Egy nagyon jó beszélő volt, és ezért mindenki akarta hallani, hogy hogy prédikál. Egy nagyon jó író is volt, és nagyon sok írása volt, könyvek és cikkek. Az egyik könyve a Fenevad bélyege, a másik a törvénytaposó fizetése. Volt neki egy problémája, mint sokunknak, Moses Hall. A spiritisztákkal szeretett vitatkozni, és általában győzött. De White testvérnő megfedette, hogy ne cselekedje többet ezt, mert ez nem egy jó dolog. Ez nem biztonságos. Nem tudsz nyerni a sátán ellen. A bizonyságtételek első kötetének 428. oldalán a következőket írta neki. Senki, sohasem kell egy ember menjen és a spiritisztákkal vitatkozzon. És azt mondta, hogy ez a te nézeted, én bölcsebb vagyok, és elég szent vagyok ahhoz, hogy ezt tegyem. 1863-ban egy másik vitára ment a spiritisztákkal, és abban akkor a spiritiszták valami nagyon erős spiritiszták gyűltek össze, és körbeülték őt, és elveszítette ezt a vitát. Egy démon megfogta a nyelvétől, és többet nem beszélhetett. John Loughberg egy másik pionír volt, és leírta, hogy mi történt Moses Hall-val. Azt mondta, hogy a vita közben a spiritisták erős médiumokat hoztak, és köré ültek, és az lett a következménye, hogy azt mondta Moses Hall,
hogy amikor felálltam beszélni, nagyon nehéz lett az én nyelvem, és nem tudtam beszélni. Hol megvolt, le volt nyűgözve, de amikor elment erről a vitáról, azt mondta, hogy én többé nem vagyok adventista, egy spiritista vagyok. Azt mondják, hogy ennek a következménye néhány év múlva elhagyta az ő feleségét, és egy ilyen varázslóiskolának a vezetője lett, és öngyilkos lett 1907-ben. Barátaim, vigyáznunk kell, a spiritizmus veszélyétől. Egy küzdelem 588. oldalán, majd testvérnő azt mondja, Sátánnak az a terve, hogy a világon mindenkit beleálljon a spiritizmusba. Mi a spiritizmus? A Webster szótár azt így magyarázza. Egy hit, amit az emberek, ami által az emberek a halottakkal tudnak beszélni. De mi adventisták tudjuk azt, a Prédikátor 9.5 szerint tudjuk, hogy a halottak nem tudnak beszélni az élőkkel. És az élőknek nem kellene beszélni a halottakkal. De gondolkozzunk ma reggel. Egy felhívást rendezek az agyatokhoz. Azt szeretném, ha gondolkoznánk, nem éreznénk ma reggel. És ne kiabáljunk ma reggel. Noé prédikált 120 évig. A Biblia azt mondja, hogy hogy az özönvíz 2348-ban jött Krisztus előtt. Péter azt mondja, Péter első levélének 33. fejezetében, a 20. versnél, hogy 8 ember élte át. Szóval miután Isten elpusztította a Földet, csak 8 ember maradott a Földön. Ez tiszta? Most gondolkozzunk, hogyha a spiritizmus feltámad, akkor ez a 8 ember közül az egyiktől kell jöjjön. Mert csak 8 ember élt át az özönvizet. Vagy Noétól jött, vagy Noé feleségétől, vagy Sémtől, vagy Sém feleségétől, Hámtól, vagy Hám feleségétől, vagy Jáfettől, vagy a feleségétől. Csak 8-an voltak a Földön, és hogyha a spiritizmus újból feltámad, akkor ez a 8 közül egy embertől kell származzon. Felteszem a kérdést, vajon kitől származott? Tanulmányozzunk. Noénak volt 3 fia, és mindenki ebben a sátorban e 3 fiútól származunk. Noénak volt 3 fia, Jáfet, Sém és Kám. Jáfet fehéret jelent. Szóval az európai emberek és a kelet-ázsiai emberek Jáfetig vissza tudják vezetni a leszármazásukat. Sém a következő. Sém volt a legnagyobb fiú. És sok bibliai teológus azt mondja, hogy az izraeliták Sémtől származnak. Aztán ott van Kám feketét jelent, meleget jelent, forrót. És a Biblia tanulmányozók azt mondják, hogy a fekete emberek, az afrikaiak Hámtól, Hámig tudják vissza
vezetni a származásukat. Ő volt a legenergikusabb Noé fiai közül. Ő energikus volt, gyors volt, ő tudott jól mozogni. Nem tudott helybe ülni. Nagyon sok energiája volt. Most újra, hogyha a spiritizmus újból feltámad, akkor ezek az emberek közül kell jönni az egyiktől. Nyissuk meg a Bibliánkat a Mózes első könyvéhez, a 10. fejezethez. Mózes első könyve 10. fejezet, és olvasni fogjuk innen a 6. verstől kezdődően. Kámnak fiai pedig fiai, Kús, Mitzrim, Put és Kanaán. Szóval Kús, Mitzrim, Put és Kanaán. Hogy mondanák ők Noénak? Azt mondanák, hogy tata. A Biblia azt mondja, vagy nagyapa. Azt mondja a 7. versben, hogy Kúsnak is fiai voltak. Séba, Hávila, Szabat, Ramat, Szabteka. És most az a kérdés, hogy Kúsnak volt Nimród is a fia. Na most Nimród kinek hívta volna Hámot? Déd nagyapának hívta volna. Hogy mondaná Noénak? Ők nagyapja. Szóval tudjuk azt, hogy Nimród, ők nagyapjának hívta Noét. De a Biblia azt mondja, hogy Nimród, ő fekete volt. És egy nagy, hatalmas emberé lett a Földön. Híres vadász. Hatalmas vadász volt. Most az eredeti zsidó nyelv. Ez azt mondja, hogy Kusnak volt fia Nimród, és Nimród egy pusztító volt a Földön. Ő ellenkezett Jahvéval. Szóval Isten, ez az Isten előtt nagy vadász, azt jelenti, hogy ő ellenkezett Istennel. Nimród, ő igazi. Ő igaz volt. Nimrodról kaptak szobrokat. Ő volt Nimród. Itt egy felnőtt oroszlán van a karai közt. Úgy fogja, mint ahogy mi fognánk egy csuhával kutya. Ő egy óriás volt. Ő Nimród. Josephus Flavius egy zsidó történész volt, és ő azt mondja, hogy a Nimród név zsidó nyelven azt jelenti, hogy lázadó. Jehova ellen lázadó. A 10. versben azt mondja, hogy Nimród egy építő volt, és azt mondja, hogy az ő királysága Bábel volt, és a következő többi királyság Sínár völgyében. És a Biblia azt mondja, hogy egy nyelv volt. És ugyanazt a nyelvet használta mindenki. Na most van ez a könyv, amelyiknek az a neve, hogy The Two Babylons, a két Babilon, Hiszloptól, amelyben azt mondja, hogy a babiloni és a szíriai történelemben
Nimrod fiatalon halt meg, akinek a királynője volt Semiramis. Az ő halálakor Nimrod a legenda szerint halhatatlanná vált, és az ő lelke a naphoz repült, és ő Belsaman lett, a mennyek ura. Miután Nimrod meghalt, az ő felesége Samuramis más férfiakkal szórakozott, és terhes lett, és ahhoz, hogy ezt eltakarja, hazudott. Azt mondta, hogy az ő férjétől egy napsugár egy éjszaka hozzájött, és így lett ő terhes. Ő azt tartotta, hogy szűz volt. Innen jön ez a makulált felfogás, ami a katolikus egyházban van. Na, az ő fiának neve Tammuz lett. Ez megtalálható a Bibliában, Ezekiel 8. fejezetének 14. versében. A pogány filozófia azt mondja, hogy Semiramis meghalt, és az ő lelke, akárcsak a férje élt, halhatatlan lett, és a holdra ment. És ő lett hívva a hold istennőjének, és az ég királynőjének. Ezeket megkapjuk a Bibliába. Megadom a Biblia verset is. És szóval az ő fia Tammuz idős lett, és Tammuz 40 évesen halt meg. Onnan jön a 40 nap sírás a katolikus egyházba. Ő, amikor meghalt, elment a Vénuszra, és ő lett a keleti csillag. Innen jön a... Barátaim, tudjátok, hogy amikor emberek, keresztények, és ők ünneplik december 25-öt Jézus születésének, valójában Tammuz születését ünneplik. Amikor gondolkozunk, amikor Jézus született, az angyal azt mondta, hogy a bölcsek kim voltak. Ki voltak a mezőn, vagy a pásztorok mély lettek volna kinn a mezőn, vigyázva az ő nyájukra. Hogyha számolunk, nagyon sok Biblia tanulmányozó azt hiszi, hogy Jézus született június és július környékén, de a Biblia nem mond erről semmit. És Jézus soha nem mondta el nekünk, nem mondta azt nekünk, hogy az ő születésnapját ünnepeljük. Most gondolkozzunk. Az egyedüli születésnap, amelyet tudok, amikor a születésnapokra gondolunk, kikapja az ajándékokat. Az, aki született, ugye? De amikor karácsonyt ünnepeljük, kikapja az ajándékokat. Nem Jézus. Mi adunk egymásnak ajándékokat. Milyen szülinap ez? Hogy tűnne nektek, hogy a ti születésnapotokon mindenki adjon mindenkinek ajándékot, de te hogyan éreznéd magad? Jézus soha nem mondta meg nekünk, hogy nem mondta azt nekünk, hogy az ő születésnapját ünnepeljük. Azt mondja, hogy ünnepeljétek meg az én szombatjaimat. Az én szombataimat szenteljétek meg. Na, Tammuz meghalt 40 évesen, és Ezekiel 8. fejezetében
angyalokat lát, asszonyokat látunk, akik Tammuzt síratják 40 napig. Innen jön a 40 napos sírás a katolikus egyházban. De most mutatok valamit. Minden kultúrában látható egy asszony és egy gyermek. Ez Szimirámusz és Tammuz. Az indiai kultúrában pedig ugyanazt látjuk az asszonyt a gyermekkel. Hogy történt ez? Az Egyiptomnál látjuk ugyanazt az asszonyt a gyerekkel. Hogy jön ez? Efézus Diánájánál is a Bibliában láthatjuk az asszonyt a gyermekkel. Az asztékoknál. Az asszony és a gyermek. És a napsugarak a fejük körül. Mindenhol. Mindegyiküknél a napfény. Napsugár. És Istárnál is azt látjuk az anyát és a gyermeket. Szóval minden kultúránál megvan ez a Szimiramide és Tammuz példája. Szóval a katolikus egyházban is ez nem Mária és Jézus, hanem Szimiramis és Tammuz. Frigában is azt láthatjuk az anyát a gyerekkel. És ezek itt képek minden kultúrából, az anyáról és a gyerekről. A kérdés az, hogy létezik, hogy Szimirámis és Tammuz minden kultúrában le van másolva. Mit tanultunk eddig? Nézzük meg újra, ismételjük meg. Nimród, mikor meghalt, a napba ment. Nimródot megtaláljuk a Bibliában. Szimirámis, mikor meghalt, ő a napra ment. Szimirámiszt megkapjuk a Bibliában, a Jeremiásnál. Jeremiás 7.18. Jeremiás 7.18 az ég királynőjének hívja. Ő Szimirámisz. Meg aztán van Tammuz. Ezekiel 8.13-ban található, és ő a Vénuszra ment. És ez a keleti csillag. Hajnalcsillag. És ezeket mind egybetéve, ezek a menny serege. És amikor a menny seregre gondolunk, akkor Nimrodra, Szimirámiszra és Tammuzra gondolunk. Nimrod és Szimirámisz és Tammuz, amikor rája gondolunk, akkor a menny seregére gondolunk. Menjünk vissza a Bábel tornyához. Most Nimrod megépítette ezt a tornyot, és a tetején egy vallás volt. Krisztus 42-ben volt Krisztus előtt építve a Bábel tornya. Izrael átment Jordánon 1445-ben Krisztus előtt. És hogyha kivonjuk ezt az előzőből, az 1445-öt a 2342-ből, akkor 897 év van a Bábel tornyától a Kanaánba való bevonulásig. De mielőtt bementek a Kanaánba, Mózes a következőket mondta. A Mózes 5. könyvének 18. fejezetében, a 9-18-ig, hogy amikor bementek Kanaán földjére, ne tartsátok meg az ő utálatosságaikat, ne tartsátok az ő ünnepjeiket, se az ő varázslásaikkal ne foglalkozzatok. Sem varázslókat, sem ilyen se ocupa com necromancia.
Semmi nekromanciával foglalkozó. Nekromanciával ne foglalkozzatok. Vagy ilyen. Ennek az az értelme, hogy halottakkal való nemi kapcsolat. Mert mindezek utálatosságok az Úr előtt. Szóval, amikor bementek Kánaánba, Isten azt mondja, hogy ne csináljátok ilyesmiket. De kedves barátaim, ők pont az ellenkezőjét cselekedték. A Bírák könyvének második fejezetében, a 7. versben a Biblia következőket mondja. Józsué elengedte őket, és átmentek Kanaánba. És a 10. versben volt egy újabb generáció, akik nem hallgattak Istenre, és néztek meg, mit cselekedtek. Elfelejkeztek az Istenről, és Baalt és Asterótot szolgálták. És a menny seregének szolgáltak. Manasé volt a neve, és amikor Manasé született, 1792 év telt el a Bábel tornyától, és a Kronikák második könyvének 33. fejezetében, a második versben van leírva, hogy ő mit cselekedett. Azt mondja, hogy tiszteli az ég minden seregét, és szolgál azoknak. Szóval, hogyha Manassé az ég seregeinek szolgált, akkor kinek szolgált ő? Nimrodnak, Szemiramisznak és Tammuznak. Szóval, Ezekiel 8.13-ban, 583-ban Krisztus előtt, ugyanarra a távolságra vagyunk a Bábel tornyától, és a Biblia azt mondja, hogy az asszonyok Jeruzsálemben, Isten népe, síratták a Tammuzt. Most gondolkozzunk, kit szolgáltak ők, kit sírattak. A menny seregét. Mennyi ideig sírtak? 40 napig. 40 napig tartott az ő sírásuk. A Királyok második könyvének 17. fejezetében azt mondja, hogy ilyen gyümölcsösöket, berkeket csináltak, és itt szolgálták az ég seregét. Isten népe mindig hibás volt az ég seregeinek az imádása miatt, és az adventisták, mi is ugyanezért vagyunk hibásak, és megmutatom nektek. A Bábel tornyának a tetején egy vallás lett felállítva Nimrod által. Ez egy a titokzatos vallás volt. Ez az ég seregeire alapult, és az asztrológiával foglalkozott. Nem asztronómiával, hanem az asztronómia az a jó tudomány, amikor a csillagokat és a bolygókat tanulmányozunk, de az asztrológia az zódiákkal foglalkozik. Amikor születtem, azt mondták nekem, hogy az én jelem Skorpió. Mert én október 27-ben 7-én születtem, ma az én jelem. Már nem a Skorpió, hanem a hetednapi szombat. Ez az én jelem. Most ha az asztrológiára gondolunk, erre gondolunk.
a mennyei testeknek a tudománya, és ezek a jelek hatással vannak a mi földünkre, és a környező bolygókra. És az emberek kora reggel megnézik a horoszkópot, és a horoszkóp elmondja nekik, hogy neked egy jó napod lesz, és elhiszik. Egy szép fiúval fog találkozni, és elhiszik, hogy neked egy baleset lesz, és higgyétek el, hogy Isten emberei nem kéne meglegyenek fogva, nem kellene ezzel foglalkozzanak. Kedves barátaim, ma, hogyha ilyesmivel foglalkoztok, ilyesmit tanulmányoztok, akkor meg kell álljatok vele, Isten kegyelméből. Van két könyv, amit szeretnék, hogy megvegyetek, nagyon jó könyvek. Az Antikrisztus 666, Josiah William Sutton-től, nagyon jó könyv, és ő azt mondja, hogy a babiloni asztrológiai rendszerben minden égi Isten a napistentől származik. A zodiákon keresztül vannak vezetve. Az asztrológia szerint ezek a zódiák 12 részre lettek felosztva, minden hónapra jutott egy, és minden ház fel volt osztva három szobára, úgyhogy hat szoba lett összesen. Mindegyik a zódiákus körnek. Mindegy a zódiákus körnek. Ezek a játékok, a dominó, sakk, kártya, sakk, mind kötődnek az asztrológiához. Azért mondja a White testvérnő, a Boldog Otthonban, a 498. oldalon, azt mondja, hogy vannak szórakozások, mind a tánc, a kártyajáték, sakk és malom, és tovább, amelyeket mi nem szabad megengedjünk, mert a menny elítéli őket. Ezek a szórakozások nagy gonoszságnak nyitják meg az ajtót. Szóval, hogyha menny elítéli ezeket a dolgokat, és mi keresztények vagyunk, mi is el kell ítéljük ezeket. Mert mindnyájan megtalálják az eredetüket az asztrológiában. És megmutatom nektek, numerológia, ami kötődik a Bábel tornyához, a kártya, hány kártya van egy csomagban? Ötvenkettő kártya van egy csomagban. Hány hete van egy évnek? 52? Gondoljátok, hogy ez egy hiba? Nem. Én is kártyáztam, de már nem. Nagyon jó kártyás voltam. Nagyon jó. Fogadtam, és sokat nyertem. Egy csomagban van négyféle szín van. Ez a négy évszakot jelképezi. 52 kártya egy csomagban, 52 év, 7 egy évben. 13 kártya mindegyik színhez. Azok a holnap.
A hónapok hétfői. A hold hónapjai. A dáma Máriát képviseli. A Joker az Jézust jelképezi. Spiritizmushoz kötődik. Most van egy videó, amelyik itt van a videó, amelyik a történelmihez kötődik. Egy dokumentumfilm a kártyajátékkal kapcsolatosan. Ott van a négy szín. Most a dominó. A dominónak a gyökerei az asztrológiában vannak. Nem tettétek fel a kérdést, miért fehér és fekete? A vallás enciklopédia azt mondja, hogy a dominó a legrégebbi. Ilyen kitalálós játék a világról. A kínaiak a dominót használták, hogy megmondják a jövőt. És századokon keresztül a dominó. A dominót használták a varázslók, meg az jövőjóslók. Az, hogy megmondják a jövőt. Ez a vallás enciklopédia mondja. Az akupunktúra ugyancsak az asztrológiában van a gyökerei. Mi az akupunktúra? Az aku szónak az eredete latin, és a tűreútól, és a punktúra az azt jelenti, hogy lyukasztani valamit. Akupunktúra. Figyeljük meg. Az akupunktúra egy régi gyógyító művészet, amely tűket használ. És 10. Nem értem, hogy itt miről van szó. De ezek a meridiánok a hónap 12. Az év 12 hónapját jelképezik. És ezek a meridiánok 365 pontban vannak, amelyek megegyeznek az év napjaival. Kedves barátaim, az akupunktúra a gyökereit az asztrológiában találja. Most a hold pozíciója megmondja, hogy most hatása lesz a betegségnek, vagy nem. Előbb megvizsgálja a szervezetet, és a páciensnek a fájdalmának a helyét. Aztán megkeresik a helyes meridiánt és a pontokat a bőrben, amelyek hatással lehetnek a szervre, és aztán ezeket a tüket beszúrják ezekbe a kijelölt pontokba. Az asztrológiában van a gyökere az akupunktúrának. 365 pont, 365 napja van egy évnek. 12 meridián, 12 hónapja az évnek. És a hold állása, akupunktúra, az akupunktúra gyökerei a spiritizmusban vannak. Még egy másik dolog, a numerológia, ami megjelent,
a Bábel tornyánál. Megszerkesztették ezt a dobozt. Ez jelent valamit. És elolvasom nektek, hogy mit. Ezek az asztrológus táblázatok. A főpap használatában voltak, hogy megmondja által a jövőt. Minden direkció, amelybe ezek a számok vannak összegyűjtve, 111-et, 111 az eredményük, 6 kocka van, 6 x 111, az 666. Nézzétek meg, hogyha összeadjuk vízszintesen, 111, hogyha összeadjuk lefele, bármere adhatjuk össze, 111 az eredmény. Akárhogy adhatjuk össze, 111. 6 kocka van. 6 x 111, az 666. Kérdés. Hol találjuk meg ezt a számot a Bibliában? Jelenések 13-nál. 13-16-ban. A 18-ban. Azt mondja János itt. A bűnemberéről. 666 nem a fenevad száma, hanem a Biblia azt mondja, itt van a bölcsesség. Akinek van értelme, számolja meg a fenevad számját. Mert egy ember száma az, és ez a szám 666. Honnan tudta ezt János? Amikor János megjelent, Nimrod már nem volt, meg volt halva. De ezt a vallást még mindig megvolt, és János azt akarja mondani, hogy bárki lehet ez az ember, az ő tanítása, az ő filozófiája, az ő vallása, az ő ideológiája, az ő hite, egészen visszamegy a Bábel tornyáig. A katolikus egyház rendszere meg van keresztelve a pogánysággal. Na most látjuk azt, hogy Isten elpusztította a Bábel tornyát. Azt olvassuk, hogy Isten lejött és összezavarta a nyelveket. És zűrzavar lett a nyelvekkel kapcsolatosan. De nézzük meg, mit mond Vájt testvérnő. Proféták és királyok 210. oldala. Nagyon sokan visszavonulnak a lelkekkel való beszélgetéstől, de vannak egyszerűbb formái a spiritizmusnak is. Mások tévedésbe vannak viszve hívás keresztény tanításoktól, és a teozófia misztikumától. És ez azt jelenti, hogy a keleti vallásokat összeköti a spiritizmussal. Most nézzük meg a következőt. Amikor egy keleti vallásra gondolunk, akkor egy keleti világra gondolunk. Indiára, Kínára, Japánra, vagy Kelet-Ázsiára. És minnyájuknak a vallásuk a Bábel-tornyához kötődik. Szóval, amikor Isten lejött és összekavarta a nyelveket, és a világ, az emberek szét kellett váljanak,
de ahogy ők szétváltak, ezt a vallást vitték magukkal. És meg többszöröződött a világ bizonyos részein. Fényképezzétek ezt le. Szóval Nimrod az ég ura, Tammuz a mesiás, és Szimrámusz a menny királynője. Szóval az izraeliták, amikor Baalt szolgálták, akkor Nimrod szolgálták. Amikor Tammuzt szolgálták, akkor Tammuzt szolgálták. Amikor Asterótot szolgálták, Szemirámiszt, az ég királynőjét szolgálták. És ezek a népek mind Nimrod, Tammuzt és Szemirámiszt őket szolgálták. Róma Nimrodnak Jupiter nevet adta, Tammuznak Attiszt és Szemirámisznak Dianát. Nézzük meg Indiát. Nimrodot Vishunak hívják, Krishnát hívják Tammuznak, és Szemirámiszt Isisnak, vagy Isinek, vagy Devakinak hívják, de ugyanaz a vallás. Kína Nimrodot Pankúnak hívják, Tammuzt Yinek hívják, és Szemirámiszt Hengo Ma Tasu. Szóval mindezek az országok rendelkeznek Nimrod és Szemirámisz és Tammuz másolatával. Ezért találjuk meg ezeknél a népeknél egy asszony és egy gyermek másolatát. És azt jelenti, hogy a babiloni vallás került el minden nemzethez. És amikor Szemirámiszt és Tammuzt látjuk, akkor ez ugyanaz. A nő a gyerekkel. Még mutassak valamit. Indiában. Az ő Tammuzak az Vishu. Szemirámisz az Dávka. És Krishna az Tammuz. Látjátok? Amikor Indiához, Kínához megyünk, Panku, Nimrod. Hango az Szemirámisz, és Yi az Tammuz. Ugyanaz a kultúra. Most Panku Nimrod volt, és azt mondja, Isten eredeti egészségügyi és gyógyítási terve mellett a legrégebbi egészségügyi tudomány az a kínaiaknál volt. Meg volt található már azokban akik a jogát alapították, és az asztrológiát ugyanazok az emberek voltak. A Times magazinban volt egy cikk a joga kutatásáról. Tudtátok-e, hogy amikor a keresztények jogáznak, és a jóga visszamegy a Bábel tornyáig, a jóga az a megkeresztelt asztrológia. A legismertebb jóga Amerikában, és lehet Romániában is, az a Hatha jóga. Hatha jóga. Mi a jóga? A jogát így magyarázzák, mint egy közösülés, vagy egy Dumnezeul absolut al hinduismului.
Szóval Vishnu vagy Brahma az indiaiak, Nimrodjuk. Sokan megpróbálták, hogy válasszák el a jogát a hinduizmustól. Azt mondják, hogy én nem hinduizmus, nem vagyok hindú, hanem csak jogázok. Most a kérdés. A joga egy multimilliárdos üzlet Amerikában. Amikor az egyetemen voltam, a legjobb barátom azt mondta nekem, not, mi kell menjünk a nyári munkára, és valami olyasmit kéne csináljunk, amivel növelhetnénk a mi jegyeinket. És azt kérdeztem, mire gondolsz? És azt mondta, menjünk, tanuljunk jogát. És azt mondta, jogát? Mi az a jóga? Na, talál ki. Azt mondta, minden szép lány ott lesz a jogánál. Azt mondta, hogy írj fel engem. És néztek meg, mi történt. Feliratkoztam, és amikor elmentünk oda, amit láttunk, csak fiúk voltak. Nem volt egy lány se ott. A lányok mind a következő túrára iratkoztak fel. Na most, ha az van mondva, hogy a jogában 20 000 millió amerikai jogázik. 2008-ban csak 15 000-en. Szóval a joga növekedik. Azt mondják, hogy évente 10.300 millió eurót, dollárt használnak fel a jogára. Amikor bementem én erre az órásra, órára tréningnadrágom volt, és azt mondták nekem, hogy neked egy jóga nadrág kell. Elmentem az egyetem üzletjében is vettem egy jóga nadrágot. Szóval amikor jógázol, akkor a bizonyos öltözetet kell használni. És amikor elmentünk az órára, a tanár kijött, és ő egy homoszexuális volt. Nagyon nőies. És azt mondta, gyertek fiúk, gyertek fiúk. Lazítsatok, lazítsatok. Nyújtsatok. Azt mondta, hogy most ki fogjuk engedni a kígyót. És én abban a helyben kimentem. Van-e a jogának egy titkos agendája? Van. Whitehead azt mondja, hogy a spiritizmus most változtatja az ő formáit. És eltüntet minden nyitott dolgot, és keresztény ruhába öltözik. Keresztény szavakat használ, és szép írásokat. Azt mondja, sokkal veszélyesebb. Van egy olyan szó a jogában, amelyik pranayama. Mi nem használjuk ezt a szót. Egy szuszogási feladatnak hívjuk. Aki elmegy a jogára, a tanár nem ezt a szavat fogja használni, hanem egy másik szót fog használni. Gyertek most, szuszogjunk. És azt mondod, mi a gond a szuszogással? A szuszogás az nagyon jó. Mindnyájan szuszogjunk. Van a 7 csakra,
és ez egy kicsit olyan furán szól, de ha elmész egy jóga órára, a vezető nem azt fogja mondani, hogy használjuk a hét csakrát, hanem azt mondja, hogy használjuk a hét energia központot. És ez már sokkal szebben szól. Ez megnyugtatóan szól. De nagyon veszélyes. Mert a pogánysággal kötődik össze. Egy személy visszautasíthatja-e a spiritista oldalát a jogának, és ugyanakkor a feladatokat cselekedje? Az én édesanyám jogázik, ő nem adventista. És mondtam neki, édesanyja, te hindú vagy? Miért cselekeded ezeket a hindú cselekedeteket? Azt mondja, nem vagyok én hindú. De azt mondtam, hogy te anya, te jogázol. Azt mondta, nem, fiam. Én csak nyújtok. Most kérdés. Elválaszthatjuk-e a feladatokat, a jóga feladatokat? Barátaim, nem. Ezek a feladatok, ezekre a feladatokra alapszik a jóga. Az új korszak istene azt mondja, hogy nem lehet hinduizmus jóga nélkül, és jóga sem lehet hinduizmus nélkül. Na most a hatha jóga a nappal való egyesülést jelenti. Most az én jóga csoportomban, miután én kimentem, a barátaim ott maradtak, és a tanár tanított nekiek bizonyos feladatokat, hogyha kimész reggel csinálni valamit, és csinálsz egy bizonyos nyújtást, akkor azt mondja, hogy nem azt jelenti, hogy jogázol, de vannak bizonyos pozíciók, amiket nem tudsz csak úgy véletlenül megcsinálni. Ezt csak megtanulva lehet. Ezek a nyújtások közül mindegyik egy köszönés a napnak. És amikor ezeket csinálod, amit valójában csinálsz, akkor a napot tiszteled. És ki a napisten? Nimrod. Vagy Brahma. Most találjátok ki a következő dolgot. Hány napköszönet van? Hány van? 12. Gondoljátok, hogy ez véletlenül van? Nem. A zódiáknak a 12 jele. Ezek mind napköszönések. Mind Nimrodhoz mutatnak vissza. Szóval barátaim, amikor jogáztok, amit valójában cselekedtek, akkor asztrológiával foglalkoztok, és a jóga Devakiával kötődik, Pankúval, aki kötődik Nimroddal. És szomorú ezt mondani, nagyon sok adventista, különösképpen Észak-Amerikában jogaórákkal küzdenek. Sőt, még a publik iskolákban is. A jóga hozzá lett adva a torna feladatokhoz. Most menjünk vissza Pankúhoz. A Pankúban azt hiszik, hogy van Ying and Yang.
és hogy csí megtölti a testet születéskor és elmegy haláskor. És az ember életében ez formákat vehet fel, mint Ying és Yang. Ying és Yang azt tanítja, hogy a betegség az egy az energia helytelenségét igen, miatt van. És a szemedbe néznek, és azt mondják, hogy meggyógyíthatnak. Szóval azt mondják, hogy azért vagy beteg, mert túl sok yinged lehet, és kevés yangod, vagy túl sok yang, és kevés ying. És ezt ki kell egyensúlyozni. A yinget és a yangot. És amikor yingre és yangra gondolunk, ez egy filozófia, egy a jó és a gonosz közötti kiegyensúlyozottságról beszél. Azért van az, hogy amikor ezek a küzdelmek vannak, egy fehér és fekete ruhát használnak, a dominónál is a pontok fehérek vagy feketék, és a dominó az egy kínai játék, ami ezt a egyensúlyt mutatják. A sakk is északról jön, a fekete és a fehér. Most már tudhatjátok, hogy miért mondja White testvérnő, hogy az ég elítéli ezeket a játékokat. Mert meg vannak keresztelve a spiritizmustól, az asztrológiától. És azért, amikor egy államelnök a pápával találkozik, mindig feketében vannak, és a pápa mindig fehérben van. Ez a Clinton család, ez a George Bush család, ez Ronald Reagan, ez Barack Obama. Miért van ő feketébe öltözve? Én csak azt hittem, hogy akkor vehet az ember fekete ruhát, mikor temetés van. Ki halt meg? Miért nem vett egy kék ruhát? Vagy egy szürkét? Vagy egy rózsaszint? Miért feketét? Mert visszamegy Yinghez és Yanghoz. A martial artsnál az adventisták nem kéne engedjék az ő gyermekeiket, hogy ezekbe a küzdelmekbe belekerüljenek. Mert a buddhizmusban van az alapja. Az önfejlesztésben. És minden az egyensúlyra alapszik. Ugyanaz itt is. A Bábel tornyához megy vissza. Minden. Nimród tornyához. Engedjétek meg, hogy folytassam. Most megtanultuk azt eddig, hogy a Tammuzhoz, hogy Tammuz 40 napig síratták, és innen jön ez a 40 napos rend. Ő a vegetáció istene volt, és tudta az időt változtatni. Most a vasárnap. A vasárnap volt a legszentebb nap a pogányoknak. A pogány ünnepet húsvét volt. Most a keresztények a húsvétot a napistenének szolgálnak. Húsvétkor a napistenének szolgálnak. Nem gondolkoztatok, hogy miért van húsvétkor, hogy ott van a nyúl, és a nyúlok és tojás. De,
De nézzük meg az egerek, a nyulakat, ők nem tojnak. Szóval akkor mi az összekötetés a kicsi nyúl meg a tojás között? Mi köze ennek a Jézus evangéliumával? Jézus mikor felkelt vasárnap reggel, feltámadott, amikor Mária odajött a... sírhoz, nem volt nála sem tojás, sem nyúl. Szóval akkor a keresztények miért csinálják ezt? Ez pogányság. Az ég királynője a szaporodás királynője volt. Én nyulakat neveltem, mikor fiatal voltam, és amikor szült az anyanyúl, egy egész rakással csinált. Ezért, és azért, mert a szaporodás istennője volt, ezért volt a nyúl, meg a tojás, mert nagyon sok van egyszerre. Most a legtöbb keresztény kultúrában hát keresztet tesznek a tésztákra, a kalácsokra, és azt mondják, hogy ez a kereszt a Krisztus keresztjét jelképezi. De barátaim, ez nem így van. Ez egy T betűt jelent Tammuznak. Ez a presbiteriánus egyháztól van. Azt mondja, hogy nincs szó, sem gondolat az Új Testamentumba, amelyik azt mondja, hogy vasárnap nem kell dolgozni. A nők meggyúrták a tésztát, és az ég királynőjének sütöttek tésztákat. Ki ez a királynő? Szimirámisz. Ki Szimirámisz? Nimród felesége. És amikor ezeket a dolgokat cselekedték, akkor azt mondja Isten, hogy engem idegesítettek. Isten megváltozott? Ha annak idején felidegesítették ezek a dolgok, akkor most is felidegesítik. Ha valaki lehet azt mondja, hogy én most össze vagyok, el vagyok tévedve, össze vagyok zavarodva. A húsvét nem jelenik meg a Bibliába is? Dehogy nem. A apostolok cselekedetének 12. fejezetében megjelenik, de ez egy hibás fordítás. A görög nyelvben, az eredeti görög nyelvben a név az Páska, ami túl menni rajta, azt jelenti. Csak úgy áthaladni rajta. És ezek mind a spiritizmussal kötődnek. Most ahogy befejezem, figyeljétek meg ezt. Napkelte ünnepek. Sok keresztény hibás ezért, mert az ég királynőjének szolgálunk. Kivettem innen a konferencia nevét. Azt írja, hogy adventista zenészek.
énekeltek Hollywoodnak a hollywoodi húsvéti ünnepen. Az adventisták voltak azok, az adventisták is ott voltak ebben az évben a húsvéti ünnepen Hollywoodban. Ez az első év, amikor egy adventista csoport részt vett ebben ezen a programon. Még a gyermek kórust is elhozták ide. Barátaim, amit ők csináltak itt, az a menny isteneinek dicsőítése volt. A papok két egyház különböző hittel rendelkeznek, és mégis egyesülnek a húsvét ünnepelésére. A két pap megváltoztatták az ő szószéküket egész hétvégére, és ünnepelték ezt a húsvétot. Kedves barátaim, ezt jelenti az ég seregeinek szolgálni. Most aztán itt van ez. Ez Ausztráliában történik. Azt mondja, hogy ez egy húsvéti üzenet a vezető részéről, az adventista egyház vezetőjéről a Nyugat-Ausztráliában. Kedves barátaim, mi mit csinálunk? Ünnepeljük a húsvét ünnepét. Valójában az ég királynőjének szolgálunk. 2014-ben az adventista egyház és a katolikusok egy ökumenikus találkozón voltak. Itt ez a lelkész. 50 évvel ezelőtt, hogyha ezt megtette volna, kidobták volna az ő munkahelyéről. És elvették volna az ő engedélyeit. De egy szomorú helyzethez érkeztünk az egyházba, ahol úgy tűnik, hogy minél többet, minél nagyobb kompromisszumot engedsz meg, annál jobban, annál híresebb vagy. Mit? És az aki megfed, az el van ítélve. Azt írja, hogy kedden, ezen a találkozón, 6 egyház volt, adventisták, katolikusok, luteránusok, presbiteriánusok, congregationals és metodisták. A téma az volt, hogy ünnepeljék, amikor ezt a Lent ünnepet ünneplik, akkor Tammuznak ünnepelnek. Ott van az Ash, a hamuval kenik meg a homlokukat azoknak, akik oda mennek. Ezzel a homlokukkal egy keresztet csinálnak a homlokukra, ami valójában egy T betű. És tudjátok-e azt, hogy ezek az adventisták felkeltek az ő székükről, és egy sort álltak, és megengedték egy katolikus papnak, hogy megkenje az ő homlokukat egy kereszttel. És azt mondták, hogy köszönjük Jézus, mi ünnepeljük a Krisztus keresztjét.
Kedves barátaim, a kereszt egy T betű volt. Tammuznak. Visszavezet bennünket a Bábel tornyához. És Izrael bűne az volt, újból is újból. A Biblia azt mondja, hogy az ég seregének szolgáltak. És ezt mindenhol megtaláljuk a Bibliában. Izrael mindig ezért volt hibáztatva. A régi Izrael, és mi is most hibásak vagyunk ezért. Most menjünk vissza a második angyal üzenetéhez. Amikor a Biblia azt mondja, hogy Babilon leomlott, és a Biblia azt mondja, hogy ki kell menjünk belőle. Ma megkérdezlek. Mit jelent kijönni Babilonból? Egy dolog kijönni Babilonból, de Babilon vajon kijött belőlünk? Azt hiszem, vissza kell menjünk, és újra kell értelmezzük a második angyal üzenetét, és amikor Babilonra gondolunk, akkor a zűrzavarra kell gondolkozzunk. És ez visszavezet bennünket Babilonhoz, Bábel tornyához. Szóval kijött Bábel tornyából. Kijönni Babilonból nem azt jelenti, hogy elhagyni az egyházat fizikailag, hanem lelkileg is. Ezektől a tanításoktól, ezektől a hitektől, amelyek összekötnek bennünket a Bábel tornyával. Most felteszek egy kérdést. Kijöttetek-e Babilonból? Azért imádkozok, hogy mielőtt Jézus eljönne, meglegyetek győződve, hogy Babilonban vagytok, vagy kijöttetek Babilonból. Isten legyen kegyelmes mindnyájunknak. Amen. Van egy kérdés, az az én kérdésem. Ameddig erről beszéltél nekünk, mint adventisták. És vannak más emberek, akik itt voltak már, és adventisták. Ez azt jelenti, hogy mi mindegy ház Babilon vagyunk? Most már értelmezzük, hogy mi Babilon. Zűrzavar, ugye? Most már a mi tanításaink nem zűrzavarosak. Szóval nem a rendszer maga Babilon, hanem a tanítás a Babilon. És az adventista egyház tanítása nem Babilon. Szóval mi nem vagyunk Babilon. Mert Babilont zűrzavarnak nevezzük. De vannak, lehetnek babiloniak benne az egyházba, akik babiloni tanításokkal jönnek. Szóval az egyház nem Babilon. De hiszem, hogy ez az ember, és nem ítélem el ezt az embert, hogyha ő ezt promoválja, akkor ő egy babiloni. Az adventizmusban. És összezavar embereket. De maga az egyház nem Babilon. Soha nem lesz Babilon. De lehetnek babiloniak az adventizmusban. Egy példa. Amikor az izraeliták elhagyták Egyiptomot, néhány némi egyiptomi is jött velük. És sok egyiptomi, aki bejött Izraelbe,
azt mondták, hogy ők izraeliek. De ők hozták magukkal az egyiptomi vallásukat, és zűrzavart hoztak Izraelbe, és ezért Isten ki kellett őket rázza a nép közül, mielőtt bementek volna a Kánaánba, és nem volt egy izraelita sem. Szóval nem volt egy egyiptomi sem, aki bement Kanaán földjére. Ők nem mentek át a Jordánon. Van még egy kérdés? Annak alapján, amit mondtál, sokan el akarják hagyni az egyházat. Ilyen emberek miatt mit mondasz te? Mit tanácsolsz? Nekünk az van tanácsolva, hogy maradjunk az egyházban. Tudom, hogy nagyon sok gyülekezetben elég rossz. De nem mondanám soha senkinek azt, hogy megalázkodjon egy helytelen istentisztelet helyén. És azt mondom az embereknek, hogy legtöbb helyen keresenek egy kisebb gyülekezetet, akik Istennek szolgálnak, úgy, ahogy Istent szolgálni kell. De amennyire lehet, mi az adventista egyházban kell maradjunk, és nem kell ebből elmenjünk. Sokan elmentek, és nagyon sajnálom őket, de mi nem mehetünk velük. Mi nem... Nem kell hallgassuk őket. Mert amikor hallgatjuk őket, és amikor egyetértünk velük, akkor az csak helyesekük az ő cselekedeteiket. A Biblia azt mondja, hogy ahol nincs fa, ott a tűz kioltódik, hogyha ezeknek az embereknek nincs hallgatójuk, vagy nincsen fenntartójuk, akkor mi fog történni? Még van egy kérdés. A te nézetedből. Gondolod, hogy az adventisták majd októberben egyesülni fognak más egyházakkal? Aláírva ezt az ökumenikus egyesülést. De hiszem azt, hogy Ted Wilson egy nagyon jó vezető, és az adventizmus nincs benne a katolikus egyházban, hanem demokrácia, hanem minden embernek van egy választási joga, szavazati joga, és akármikor találkoznak, a vezető sokszor nem is választhat. Csak hogyha egyenlőség van. Szóval vannak emberek, akik szavaznak a nagy többségért. De én és az én házam, mi az Úrnak fogunk szolgálni, mint Józsué. Még egy kérdés, és befejezzük. Van olyan, hogy a mi gyülekezetünkben, amikor van húsvét vagy karácsony, akkor kórusok összegyűlnek, és ott énekelnek, és akkor azok az emberek, akik ide elmennek, azt kérik, hogy az a kérdés, hogy ez mi, ebben mi a gond?
Szóval a húsvét az pogány. Pogány dolog, és a karácsony is egy pogány, egy ünnep. A profitaság lelkében Bájt testvérnő tanácsol, hogy hogyan kellene viszonyulnunk a karácsonyhoz, de nem a húsvéthoz. Azt mondja, hogy ezt az időszakot fel kéne használjuk evangelizálásra, mert az emberek elméi Jézus fele vannak fordítva. Mi könyveket adhatunk, akik Jézus felé irányítatják a gondolatokat, de hogy összegyűlni velük és együtt énekelni más egyházakkal, ökumenizmus alapján, én ezt nem csinálnám. Karácsony idejében mi felajánljuk a mi ajándékjainkat, nem játékokat, vagy ilyen illatszereket, vagy cipőket, hanem vallásos könyveket adunk a mi szomszédjainknak, hogy Jézus Krisztusra vonjuk az ő figyelmüket. Ezek Bájt testvérnő tanácsai a Boldog Otthon című könyvben. Köszönjük az Úrnak ezt az időt, amit együtt töltettünk. Köszönjük az üzenetet is az Úrnak. Szeretnénk imádkozni, hogy az Úr legyen velünk, és ez az igazság maradjon meg bennünk, hogy ezt gyakorolhatjuk is. Boruljunk le az imára. Imádkozzunk. Mennyi jó atyán, ki a mennyekben vagy. Köszönjük neked ezt az igazságot. És köszönjük, hogy te a mi gyengeségeinket ismered. És te nem ellenünk mész. De köszönjük a világosságot, amely jött. Segíts bennünket, Urunk, hogy az igazságban járjunk. Imádkozni szeretnék, különösképpen a fiatalokért, akik a gyülekezetet unják, és szórakozni akarva ezekhez a szórakozásokhoz fordulnak, amelyek meg vannak tiltva a Bibliában. Uram, kérlek, győzd meg őket, és térítsd meg őket. Vannak olyan szórakozások, amelyekben részt vehetünk, és növelhetnek bennünket a lelkiekben. Segíts, Úrunk, hogy ne legyünk olyanok, mint régi Izrael, és ne imádjuk az ég seregeit, hanem te kegyelmedben, hogy visszatartsuk magunkat mindenféle dologtól, amelyik kötődhetik a spiritizmushoz. Ez a mi imánk az Úr Jézus szent nevében. Amen.